Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogunk körbejárni, jellemzően a Mandzsárót fogja ez érinteni. Nyilvánvalóan mindenki tudja, áttértem egy Mabox nevű eszközre, ami egy nagyon jó kis disztribúció, a Mandzsáróra alapszik. Aki Mandzsárót használ, észrevette az utolsó két frissítésnél, a decemberi frissítésnél előkerültek bizonyos a mezával kapcsolatos problémák. Ezek a problémák, hát rá fogok térni, hogy mik ezek. Gyakorlatilag egyes videókodekek, jogvédetek, teljesen mindegy, hogy mi, gyakorlatilag a főbb használt kodekek, amik lejátszák, vagy elkészítik a videófájt, azok bizony jogvédettek. Kész, valaki elkészítette. Ha valaki elkészít egy programot, egy lehetőséget és levédeti, jogvédetté válik, akkor annak a használatának az engedélyezése az ő dolga. Ebből induljunk ki, jó? Tehát lehet ezen hőbörögni, hogy miért nem ad valaki valamit ingyen, amiért ő megdolgozott, de teljesen fölösleges. Így ezeket díj ellenébe lehet használni. Gyakorlatilag ez az, ami problémát jelent. Ezek a kódolók bent voltak ebben a programban, és véleményem szerint a beszélgetés végére a te gépeden is bent lesznek. Nem jelent ez számunkra gondot, számunkra, ezt kihangsúlyozom. Ez a probléma jellemzően az AMD videokártyáknál a hardveres gyorsítást, a hardveres lejátszást érinti. Azaz, hogyha neked nincs videokártyád, vagy esetleg nem AMD a kártya, nem érint ennyire a probléma. Nincs bent ez a hardveres gyorsításos, kódolásos, dekódolásos paraméter. A meza elkészítésénél akkor fogja magát a géped, és a processzoron keresztül fogja lejátszani neked a videót. Tehát nem fogsz semmit észrevenni egy modernebb géppel. De két esetben van gond, akkor, hogyha a processzorod régebbi. Egy-két éves nem fog gondot jelenteni, tehát egy-két éves modern processzoron ez nem fog gondot jelenteni, szépen le fogja játszani normál esetben. De természetesen a mai videó felbontások már igazából elég nagyok, nagy az állomány, nagy dekódolásos, nagy kódolásos feladatoknak van kitéve a processzor, hát bizony lehet, hogy egy picit rángatozni fog, nem feltétlenül, videótól és a gépettől függ. Igen, ez az egyik probléma. Régebbi gépeken lehet, hogy a videó lejátszás nem lesz élményszerű. A másik gondolat, természetesen, hogyha a processzort használja 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50 program, azért vettem én meg ezt a gépet, hogy az dolgozzon, és általában adok egy feladatot neki, amit elvégez, közben én tudok zenét hallgatni, akármi egyebet, vagy videót nézni, vagy videót kódolni. Azaz, akkor van probléma, amikor kicsi a géped, vagy akkor van probléma, amikor mást is szeretnél vele csinálni. Logikus, szeretném a gépemet kihasználni, azért vettem meg. Oké, a lényeg az, hogyha így kerül ki ezzel kell a paraméterekkel egy program, ami tartalmazza ezeket a dekódoló, kódoló részeket, ezek engedélyezve vannak gyárilag benne, akkor az a cég, ami így terjeszti, perelhető. Miért? Mert másnak a tulajdonát használta úgy, hogy azért ő nem fizet. Vélhetően azért a Mandzsáró cég, a Mandzsáró mögött lévő cég nem fog egy fillért adni, hogy te ingyen használj valamit. Azt hiszem ez egyértelmű. Lehet ezen gondolkodni, lehet fújolni, de én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog. A Mandzsáró, illetve a Red Hat, a Fedora, így talán jobban ismeritek, azt nem szeretné, hogy őket jól megbüntesse valaki, vagy esetleg őneki kellene fizetni azért, mert te letöltesz valamit, és abba ők beletették ezeket a lehetőségeket. Így a tárolókban egy olyan meza került bele, ahol ez le van tiltva, illetve nincs beletéve. Így pontosabb, ez számunkra nem jelent gondot. Magánembert nagy valószínűséggel nem fognak ezért ellenőrizni, főleg nem fogják üldözni. Oké, azt hiszem ez egyértelmű, eddig is bent volt az összes olyan disztribúció, ami mögött nincs nagy cég, nyugodtan belerakja, mert úgyse tudják őt elkapni, hiszen nem egy cég, nem úgy terjeszti ezeket a dolgokat, hogy pénzért nem ad valamit valakinek egy cég, ami a másik. Szóval céggel van gond, akinek Mandzsárója van, vagy Red Hat terméke, és véleményem szerint egymás után bele fog kerülni ez a probléma az összes disztribúcióba, mert ki fogják ezeket kapkodni belőle, senki nem fogja felvállalni azt, hogy őket üldözzék, ezért
Logikusan, hát bizony ezt a problémát meg kell oldani. Több megoldás is van, azt válasz, ami neked jó. Van egy nagyon jó megoldásom, felmentek az összes Manjaro fórumra, szörnyűködtök. Milyen csúnya dolog, hogy a Manjaro ezt így nem vállalja be, hogy ő legyen perelhető. Milyen csúnya dolog, hogy az AMD kártyagyártó, tehát videokártyagyártó ezt nem fizette ki, nem adja ezt úgy, ahogy egyéb lehet szörnyűködni. Én végigolvastam 6-7 fórumó bejegyzést, mármint 6-7 helyen, 6-700 bárhány bejegyzést, mindenki szörnyűködik. A Manjarosok azt mondják, hogy ők ezt nem vállalják fel. Miért nem vállalják fel? Akkor elmegyek. Hát legyünk őszinték, hogyha egy ingyenesen kapott disztribúció, ami szerintem nagyon jó, és te ott hagyod, az senkinek nem fáj. Nem? Mert te nem fizetsz érte senki. Te nem fizettél annak a cégnek, és nyilvánvalóan az eladásait te nem befolyásolod, hogy elmész. Azt hiszem ez egyértelmű. Lehet szörnyűködni, sipákolni és óbégatni. Van még egy megoldás, illetve kettő. Kétféle megoldás. Lehet a saját mezát fordítani. Miért? Hát megvan a forráskódja. Megvan a forráskódja. Letölthető. Egyszerűen letölthető. Letölthető hozzá az a sablon fordítási dolog, amivel ezt te egyszerűen meg tudod tenni. A másik lehetőség, nyilvánvalóan a Manjaro 94%-ba valamelyik srác, aki írt a fórumra, a csapatnak a tagja, a Manjaro csapatnak a tagja, és ő írta ezt a 94%-ban átcsalapú, tehát teljesen ráépült a saját programok, saját változtatások ilyen 6% vélhetően, azaz, hát bizony akkor használjuk az AUR-t. Persze, mindenki tudja, hogyha elhangzik egy Manjaro fórumon az, hogy AUR, tehát a közösségi tároló, rögvest mindenki bedobja azt a linket, hogy jaj, megeszi a kutyádat az AUR, és senki nem vállal felelősséget a te gépedért, a géped működésért, az olyan Manjaroért, amiben AUR termékeket is, AUR programokat, közösségi tárhelyről összeszedett programokat beleraknak. Ezt pillanatnyilag elfelejthetjük. Az első gondolat az, hogy a mezát saját magunk lefordítani. Milyen problémákat vet fel? Megmondom, semmiet. Szó szerint vegyétek semmiet. Aki nem tud egy programot lefordítani, használtál már AUR-t? Az AUR Helper ugyanezt csinálja, például a Paru, lefordítja neked a programot, összerakosgatja a programot, aztán jelentette ez gondot? Nem. Hát egy picit barkácsolni fogunk, de majd megmutatom, hogyan kell, és nem jelent gondot, és lehet az AUR-ból letölteni a meza, akármit, akármelyik verziószámot, ami éppen van, és működni fog. Elmondom, mind a kettőt párhuzamosan használom más-más telepítésen. Természetesen, és pontosan jó nagy nulla problémám van akár egyikkel, akár másikkal. Azaz ez nem jelenthet senkinek semmi problémát, hiszen felnőttek vagyunk, el tudjuk dönteni, hogy óhajtjuk ezt tenni, igen, ha óhajtjuk, akkor folytatjuk, ha nem, akkor használjuk amit gyárilag kapunk a mezából, te döntesz. Én úgy döntöttem, hogy én bizony bevállalom azt, hogy ezt így lefordítom, elkészítem. Hogyan kell ezt csinálni? Az első lépés nem kötelező, csak hogy lássuk a változásokat, illetve le tudjuk ellenőrizni, hogy a kódekek közül mit használunk, illetve mi van engedélyezve a mezába, mi az, amit mi tudunk használni, bizony, feltesszük ezt a programot. A program neve LIVVA kötőjel UTILS. Feltelted, én a Parut használom, a Paru kötőjel S, nagy S, az a legegyszerűbb, beütöttem, jelszó, lefutott. Gyakorlatilag 2,54 megányi tárhelyedet megeszi, szörnyű. Majdnem két floppy lemez, szörnyű. Jó, felraktuk. Semmi probléma vele, majd utána beítjük, hogy va-info. Va-info. Ad ilyen szép kis rövid listát. Ezeket tudja ők dekódolni, ezek vannak fönt. Jelenleg engem igazából nem érdekel, hogy ők micsodák. Azt mondom, hogy 4 darab van a listába. Ezt megjegyezzük, ki is nyomtathatod, mármint fájba, nem papírra, és akkor ellenőrizni tudod, hogy és a tevékenységünk után bizony mennyi lesz, jó sok. Azaz, megoldjuk a problémát. Én úgy döntöttem, hogy mivel a Paru használatával fel tudsz rakni az AUR-ból bármit, a mezát is,
ezzel nem foglalkozok. Ha te az egyszerű butat választod, akkor természetesen föl tudod rakni az auróból a megfelelő mezát, beütöd kis essel és rákeresel a meza szóra, vagy használod a pamacsot, vagy akármi egyéb programot, felrakott kalapkabát, ez gyorsan megoldható, ezzel nem foglalkozok. Azért nem csinálunk videót, hogy egy telepítést megmutassak, ugyanúgy megy mindez. Oké. A probléma megoldása nagyon egyszerű. Én fórumról szedtem össze ezt az információt, azaz nagyjából működik, kipróbáltam, természetesen működik. A meza újrafordítása, hardveres gyorsítással, ezt a címet adtam a fájnak, és hogyha kell, meg tudom találni, több lépcsőből áll, klónozzuk a meza gittet, azaz a GitLabról, a Manjaro orgról ezt szépen leszedegetjük a programot, ezt én kimásolom, ide megyek, és beillesztem Enter. Oké, nyilvánvalóan, ha a Git fent van, a Git nevű program elvégzi a dolgát. Nézzük is meg a következő gondolatot. Lépjünk be a meza könyvtárba. Na hát ez nem okozhat gondot senkinek. Belépünk a meza könyvtárba, és csinálunk egy LS-t, hogy lássátok, hogy mi van bent, sok minden bent van, nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok, patch-ek, egyebek benne vannak. Oké, ez egy picike kis dolog, tehát villámgyorsan lejön. Következő, meg kell nyitni a PKG build akármi kütyüt. Ez egy szövegfájl, ez fogja elmondani azt, hogy mit, honnan kell letöltened, mit, hogyan kell csinálni, mármint a programnak, nem neked. Ez vezérli ennek a programnak az elkészítését. Nézzük is meg, hogy ő hogyan néz ki. Na hát ebbe a könyvtárba bent vagyunk, belenagyítok, hogy lássatok, bent vagyunk, és a Katival megnyitjuk. Oké, a Kati nem található, akkor legyen geany, a Gini, és megnyitjuk. Oppá, megnyillott, szépen megnyillott, és ebbe is belenagyítok, jól lehessen látni. Mit mond a következő kis gondolat? Azt mondja, hogy adjuk hozzá ezt a szöveget, a kötőjel D videokódek, ezek hiányoznak benne, after, a D Microsoft akármi. Oké, ehhez szépen hozzáadjuk, oda megyünk belépni, és megkeressük ezt a sort, és ide beillesztjük, és ahogy látni, van egy visszaperjel, amit én nem másoltam be, ennek örömére oda betesszük visszaperjel, ez ilyen sortöréseket jelez, egyébként jó hosszan bele lehetne írni. Oké, egyébhez ne nyúljatok, tehát ezt pontosan be kell ide írni, hogy légy szíves, ezeket a kódekeket, a WCL, DEC, H, akármi, enkódoló, dekódoló, akármiket beletenni ebbe a programba. Oksi, mi a következő lépés? Mit mond a leírás? Nagyon egyszerű a leírás. Légy szíves menteni. Na hát akkor, hát bizony akkor légy szíves menteni, Ctrl-S-sel lementettünk, ő már nem piros, észrevehettük, be fogom csukni, nem fog itt semmi egyéb lenni, nem fog bennünket más zavarni. Oké, mentés megvolt, igen, megvolt a mentés, exit megvolt, igen. Az, hogy ő a kétit használja, egyéni dolog, én is szeretem, ezen a rendszeren, tesztrendszeremen, a Gini van fent, kétét nem tettem föl. A következő lépés, kimásoljuk, beillesztjük, táblatörlés volt, hogy mindenki lássa, bizony, táblatörlés működik, eltüntettem eddigi dolgokat, kiírásokat a terminálból, nem szeretem, hogyha alján van, hanem szeretem, hogyha tetején vannak a betűk, amikre figyelünk, másoljunk, ne írogassuk, jó? Tehát ezek összetett dolgok, leenterezzük, egy kicsit dolgozik, és azt mondja, hogy hiányzó függőségek, akárminek az elvégzése, mindent elkészített, amit kell, és igen, mehetünk tovább, igen, lement az egész. Amíg ez lefut, elmondom, hogy mindig az ilyen műtéteket akkor kell elvégezni, amikor előtte teljesen lefrissítetted a rendszert. Oké, teljesen lefrissítetted a rendszert. Tehát nehogy neki egy frissítetlen rendszeren ilyeneket megtenni. Miért? Mert nem fog neked jó lenni. Oké?
Tehát előfordulhat az, hogy megváltozik valaminek a neve, címe, elhelyezkedése, ángyomkinja, lefrissítjük, fél perc alatt lefut egy frissítés. Manjaro-nak az a előnye, hátránya ki, hogyan nézi, hogy ciklikus frissítéseket végeznek hetente, két hetente, három hetente, akármikor, amikor elkészül, így pontosabb, akkor kapunk jó sok frissítést. Ezelőtt a frissítés 5 gigányi anyagot hozott le, tehát volt elég szép mennyiség, és én úgy gondolom, hogy hát bizony egyértelmű és világos, hogy azt megcsináljuk, minden friss, és utána lefordítjuk, telepítjük ezt a programot. Az elkészítésnek az ideje hosszabb, rövidebb lesz, ki kell várni, tehát nyugodtan várunk, át fogom ugorni ezt a részt, tehát amíg csak ilyeneket mutogat, azt ki fogom vágni, teljesen fölösleges azt nézegetni. Ahogy látni, villámgyorsan lefutott az egész, semmiben nem különbözik attól, mint hogyha te éppen az Auroból valamit telepítenél, hasonló módszerrel történt ez a dolog. Nézzük is meg, va in, fo, és látható, hosszabb lett? Hosszabb lett. Mennyi volt? 4 volt. Ez nem 4. És itt ki vannak írva, hogy H264, illetve az egyéb olyan dolgok, ami beleírtuk. Beleírtuk, hogy ezeket legyen szíves ő leforgatni, beletenni, és működni fognak ezek a dolgok. Megfelelő? Megfelelő. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Gyakorlatilag miről beszéltük? A mezába vannak olyan részek, amik elméletileg fizetős dolgokat tartalmaznak. Ezeket letiltották a céges disztribúciók, logikus, érthető oknál fogva. Az, hogy te mit teszel, sírsz, és elmész, másik disztribúciót választasz, vagy teleírod a fórumokat, hogy micsoda dolog, jaj, mi van, ez neked nem tetszik, jaj, 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 most mi lesz? A másik gondolat, fogad magad, ezt a 3-4-5 parancsot beírod, nem biztos, hogy a Vainfónak a csomagját telepíteni kell, de azért jó, látod, igen, látod, és ezentúl gyorsabban fog lefutni a videókódolás, dekódolás, ezentúl, hogyha ezt megcsinálod, jobb lesz a videó lejátszásod, abban az esetben, hogyha eddig le volt tiltva, az elején megnézzük, hogy 4 darab van engedélyezve, most több darab van engedélyezve, jobb lesz a videó lejátszásod, ezekkel a kódekekkel, videókártyán lejátszani, aznak a gyorsítását használni, hogyha úgy van beállítva a rendszer, és akkor gyorsabb lesz. Ennyi. Problémás? Nem problémás. Majd lent a megjegyzés rovatba be fogom tenni ezt a pár sort, tehát nem kell gépelgetni, nem jelentez nektek semmi problémát. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!